Sziasztok, Ádám vagyok, a képen pedig az Acer Liquid Z2-t láthatjátok, amelynek a fényképezőgép részét fogjuk egy kicsit tesztelni. Megnézzük, milyen gyorsan készíti a felvételeket, illetve megpróbálunk ráengedni egy sorozat felvétel módot. És elindítom az alkalmazást, és már az első képet el is lőttem. Itt alul látható, hogy még pillanatnyilag 1400 képünknek van szabad hely, azonban ráengedünk egy sorozatmódot. Pillanatnyilag csak annyit hallunk, hogy kattog szépen a fotó, és készíti a képeket sorba. Körülbelül másodpercenként egyet, talán kettőt is megcsinál. Most egy kicsit ráengedünk, csinált 100 képet. Nem olyan gyors, mint mondjuk az Xperia Z, de azért eléggé sok képet látszik megcsinált, amiket még most várunk el arra, hogy elmentsen. Ez látszik, maga a mentés elég sok időbe telik, azonban a képeket egymás után nagyon szépen, ugye most közel 100 képet le tudott nyomni. Szóval későbbiekben azért visszamérjük tényleg hány másodpercbe telt ezt a 96 képet elkészíteni, még ha maga a mentés lassú folyamat is volt. Nagyon érdekes igazából az, hogy a viszonylag egyszerű hardware-rel azt a 3 megapixeles képből 100-at megcsináltunk végül is néhány másodperc alatt, és azokat kicsit lassan, de elmenti utána. Hát igen, itt láthatjuk, hogy igazából annyira nem sikerültek a képek egyelőre jól. Most, de sikerül, be kell még olvasni a... Viszont itt látható, hogy így már elkészült egy rakás képünk. És van rendkívül sok kép, amit így sikerült az Acer Liquid Z2-vel elkészíteni. Ádám voltam, ez pedig itt az Acer Liquid Z2 sorozatfelvétel tesztje volt. Követ. Csatok minket továbbra is, sziasztok!